A fiatalokban rengeteg hit van, akarat, erő, és a saját erejük kipróbálása. Csak mesterek kellenek. Mesterek kellenek. Olyan, mint Makovec, olyan, mint egy Finta. És még nem akarok sorolni, hogy ne hagyjak ki, mert ha kettőt sorolom, akkor talán nincs nagy veszély, Virág Csaba. Ezek idős építészek, de kiváló építészek és kiváló emberek. A különbözőségük, ami természetes, hogy van, és hál' Istennek, hogy van, mert szebb a palettán lévő és látható kép. Mert Bach mellett Bartók, Kuprez, Carlatti, Rameau, John Bull, Purcell, Mozart, Beethoven, ezer hangja van a zenének, ezer formája van a háromdimenziós köveknek, a magyar és a világ építészetének, amik jelzik a maguk kis köveivel az Isten országát, a magyar tájat, a magyar földet, hegyet, völgyet, szerelmet, zenét, a magyar zenét, öregem. Szóval ez egy olyan döbbenetes ország, ahol a fiatalokra nem lehet nem számítani. Hát csodákra képesek. Szóval az, hogy te futtatod a vonalaidat, amit már százszor elmondtam a tanítványaimnak, és azok a vonalak lassan elkezdenek önálló életet élni. Aztán megrendezik a maguk formáját, már szinte tőlem függ. Aztán lassan négy-két lábra emelkedik, és végül két lábra áll a háromdimenziós eredmény, az épület. Ez egy csoda. És hogy mi az, ami még az épületet otthonná, varázslattá teszi, a szépsége. A szépsége. Ha jó, nem baj, hála Istennek. De a szépsége, mint a gyönyörű állaté, a nőé, ez nem rangsor, a nőé, a hegyé, a sziklás domboldalér, a Himalájáért, az égér, a napsütésért, a holdnak a karajáért. Ami fogy, aztán dagad, aztán fogy, aztán dagad. Ez az ország most fogyott. Majd megjön a D betűs oldal. Biztosan.